A körforgalomban az első kijáratot hajtsuk ki, jó? Nem akarod felkészíteni az autót? Nézd azt a Hondát, mennyivel lassabban közelítette meg a körforgalmat? Bizony. Jó. Ez a baj, hogy még az önállóság nem mindig van meg. Igen. Ez az. Nagyon jól csináltad. Oké. Magyarul a körforgalom 5 válts egy 2-es. Igen. Emlékszel, mit mondtam, hogy melyik a biztonságosabb? Egy picit itt jobbra tartasz. Jó, erre jobbra. Felém. Mert ha kitolat onnan a fehér tehergáló mögé valaki, akkor neked tolat, mielőtt észrevennétek egymást. Közöttem megyek, mert te izé. Nagyjából közé. Mert a ajtó miatt is, meg a kiállás miatt is. Bizony. Meg a mozinéni miatt is. Na, mehetünk is. Gyerünk bátrabban. És balra érünk ki. És duplán megyünk balra, jó? Oké. Oda nagyon profi. Itt elnézem, és neked van elnézem. Nézd vissza, hogy jártam. Semmi, senki. Teljesen a vállalatok irányába vissza kell nézni. Menjünk. Figyelj csak, viszont ha ennyire nagy ívbe kanyarodunk már, pedig nagy ívbe jövünk itt folyamatosan, igen, nem kell azt a kuplungat nyomni. Ja, tehát itt végig, kettes, ja, sőt, még a gázt is nyomhatnánk. Jó, ember, oké. Jó, tűz. Ajtónyitásni azért legyen, igen, vagy? Igen. Sparkolni fog. Bizony, most besegítjük, mert melletted vannak, jó? Tehát most nem vacakolunk, nagyon jó. Ugyan, nagyon jó. Egyes, és itt se vagyunk. Picit kuplunk, pici gáz, nagyon jó. És látod, milyen jó, hogy nem dobod el a kuplungot? A főnök mi a tervet? Már mi neki mondtam, hogy mi a terv. Értem én, hogy itt feszengett a kabátjával, láttátok? Szerintem most vette. Még a járdán is igazgatta. Igen, nem baj az. Most nézem oldalra, mert látod Rozi néni, hogy bejött mellé? Igen. Csak úgy betette a biniglit. Szűkebben menjünk, mert tényleg bejönnek mellénk a kerékpárosok, jó? Lazuljunk, és menjünk a gáz. Lazuljunk. Légy szíves, balra kanyarodni következő lehetőség. Nagyon jó, hogy belenéztél a két tükörbe, ezt nem veszem kamerával, de nagyon szép volt. És mielőtt elkanyarodsz, gáz el, szembe, az beférsz talán? Nem, nem férsz be? Túl gyors? Túl gyors, igen. Bizony. És akkor a mácsa hova kell nézni? Egyes, igen. Azaz, de menjünk. Látod, Máté, az a gondom, igen, hogy már rég elment az autó szemből, és én mindig vakarózunk, jó? Tehát tegyétek be azt az autót minél hamarabb, megy a kettes. Mert oké, hogy nem jött senki, de a Pesten, igen, vezetsz már, közben 4 busz odaért. Jó? Ez megy a balra. Nagyon jó. De most utána megkötve a csermet, akkor ezt a parkot. Kupunk be. Igen. Figyelj csak, fő. Igen. Mi a bajom? Balra mentem, igaz? Bal oldalra kellett volna menni, jó? Tegyük egyesben, egy irányú, jó. Hiszen amikor bejöttél, igen, egy irányúra, gyorsan nézz oldalra és sorolj ki, jó? Ez vizsgál egy bukta. Igen, mert ugye a jobb oldalon nem maradunk. Igen. Mindig egy irányú utcában, amerre mész, hogy kell sorolni, ez a titok. Máté, neked ezek megvannak? És egyébként tényleg nincs egy nagy dinamikája most a városnak, tehát olyan szépen tudtok tanulni, most, vezetni, igen, vagy próbáljatok meg, igen. Ki az? Segíts a lánynak, ne hagyj elő üst, igen. Eltávolodunk, igen. Kiúrik a gyerek kezei közül. Tűz. 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 2. Majdnem azt hitted mi, hogy ő is bejön, én is. Féltem kicsit. Igen, és akkor merre kell mennünk? Ezt nagyon jól mondtad. Látszik, hogy olyan valamit tanítottam. Kicsit. Szerintem lassan. Lassan kell ezt, hogy jön valaki.
Jó, ennyi, kész. És most mire figyelsz? A jogosokra? Igen. Bizony kellett egy pici fék, tehát a lábai, tehát a lépteit ne siettest, igen. Címs, ezt nem túl kifizetődő, szintén vizsgál. Amúgy ilyen kis frankó kis kertváros, látod Máté? Nem tetszik? Balra fogunk elindulni. És megint milyen utcában vagyunk? Oldalra nézel és besorolsz a Peugeot mellé, jó? Ez az, egy ajtó nyitásnyira. Így van, és visszanézel a járdára is. Már tekered is utána, és mindig a jobb oldalra érkez, ez nagyon fontos. Itt meg is van határolva neked egy ilyen zárónal. Nézz oldalra, befélsz a szemben lévőt? Be. Akkor lassan csúsztasd, ne görcsösen. Ez az. Jó, és akkor. Nagyon jó, hogy most jeleztél vissza, nekem ez most tetszett. Csak annyi, hogy visszafelé legalább ebben a jobb tiporban nézz bele. De a holtér se lenne baj. Jó van, menjünk el akkor jobbra. Uh-huh. És látod Máté, neked mondom, hogy itt meg már van vonal, ezt jó, nagyon szépen észrevette a kollega. Az előbb meg nem volt, és ha nincs vonal, akkor ott kell megállni, ha kilátsz. És ha vannak előtted, és meg kell miattuk állni, akkor ugye az forgalmi jogból történő megállás, akkor még egyszer meg kell állni ugyanúgy. Tedd az ígyre azért. Jobbra megyünk azért, mert balra nézel, mind elütik a gyalogosokat. Én most kimentem volna, igen, pici gázzal. Hogy előjön a Suzuki is. Bizony jobbra is el kell nézni, nehogy itt előzzön valaki. Én megtiltanám itt az utolsó helyen való parkolást. Tűz! Kettő. Most viszont beleférnél, látod? Igen, most beleférnél. Igen, nézz oldalra. Én most nem baj, kicsit túlbőgeted a motort. Oldalra nézz, még egyszer, ez az. Visszanézel. Kikapcsol és most megy a három, nagyon jó. Még a nézések egy kicsit lagymatagok, igen, tehát még egy picit jobban forduljon a fej. Tehát, hogy mondjam, együtt lélegezz a forgalomban. Igen, igen, ezt már kell. Mint a biciklin ülnél, mert ugye ott sincs visszapillantó tükör, egy picit többet forogni a fej. Jobbra kanyarodjuk. Action. Nem valami utalérés történt, vagy? Nem. Ó, kettő is van? Az elég van kettő. Akkor itt... Mert az őket rá van. Nem, szerintem ott az van, nézd meg, azzal a kamionnal történt valami, nézd csak meg. Igen, az a kamion. Lehet, hogy nagyon rossz helyen robbant le. Ne gondoljuk bele többet, de lehet más van. Igen. Ez 207-es, de amúgy kis aranyos. Aha. Az egyik volt tanulom vinni el a Peugeot-mat, amúgy annyira sajnálom. Te eladnád? Igen, aha. Vigyázz, mit mondasz, mert ő is megnéz a felvételt. Amúgy szerintem egész jó műkocsi. Tanulóknak a legjobb. Igen. Meg ezen volt. Megint egy kitúl, figyelj, teljesen elengedted a kuplungot, igen. De miért? Nem tudom. Forgasd. Hát ott a gyalogos. Igen. Nézd vissza. Jó, tehát mivel ott a gyalogos, itt csak oda kellett volna döcögni. Aksi? Tűz, kettő. A másik, hogy gáz nélkül ne engedd így fel azt a kuplomot. Nem, jó? Nem, ez most igaz. Balra kanyarodjuk. Még egyszer nézd. Ja. Balra, jó csinálnod. Nagyon jó. Ez nem, csak most újítják fel, ez a gimnázium, képzeld el. Az kéne, hogy gyerekeket van nekünk. Bizony, de ketyegő. Figyelj csak, nem szúrod az egyest? Igen. Nagyon. Hát már rég elment a gyalogos előttünk, jó? Igen, igen. Jó, tehát ha megálltál, nem ülünk itt népünnepét. Kuplunk beszaladt. Sőt, én ezt bevállaltam volna, ha igen, be. De nem erre jött a bácsi, meg a, vagy a lány, meg a srác, látod? Ez az. Biciklis. Mert így most szépen felfogta az autós forgalmat a sok gyerek, láttátok? Igen. Csak azt hittem, hogy a sárga pólós majd erre jön. Úgy viszont nem érdemes elindulni, tűz.
Mennyivel mehetünk majd? 30. Látod? Csak el volt bújva. Jó az indulás a koncerten, egyszer-egyszer nagyon szépen elindulsz, aztán meg... Az az, hogy igazából most itt értenünk már váltát. Igen, de figyelj csak, ezt annyi videóban elmondtam már. Nem, tehát nem azzal van a baj, hogy hirtelen kell elindulni, hanem nem veszed észre, már indulhatnál. Igen. És azon akarjátok behozni az időt, hogy elhajítsuk a pillanatot. Holott azt kéne csinálni, hogy mielőtt megtörténik az, aminek meg kell történni, már nyomnád az egyes és keresnéd a kuplungot. A fogáspontot. És ezzel nagyon sok időt nyerni el. Mehetünk. És nem rosszból mondom ezeket. Tűz. És megye, hát most én, nálam, aki lassabban indul el, az festi magát. Én vagyok a világ leglassabb elinduló embere. Leglassabban elinduló embere. De mégis én indulok el legelőször a zöld lámpánál. Mert már sárgánál keresem a fogáspontot. Érted? Tehát ez a titok. Tehát nálatok az van, hogy bezöldül a lámpa, majd egyszer csak méltóztattok egyest váltani. Holott, és akkor rájössz, hogy már rég el vagy késve, és a mögötted lévő már ideges, és azzal akarod behozni, hogy eldobod a kuplungot. Ez tolerálja egy kis remegéssel, de egy benzines autó azonnal lefullad. És akkor mit értél a kapkodásoddal? Semmit. Merre megyünk itt? Nagyon jó. És akkor vissza kettes. És magyarul már neked... Sőt, amikor már sokat voltál egy városban, van 3-5 lámpa, 10 lámpa, már lassan meg lehet jegyezni, hogy mikor jövök én, főleg itt Cegléden. Akkor már mi nem lehet villogó, vagy mikor villog a gyalogosnak a lámpája, már áthelyezem a lábom a gázra, már a kuplung fölött a lábam, már a kezem a váltó fölött, és amint átvált pirosra, nyomod az egyest, mert 3 másodpercen belül megkapod az zöld piros-sárgát. Emlékeztek ezekre? Illetve te még nem? De te igen. És akkor piros sárgánál már engedem a kuplungot fölfelé. Nagyon sokat lehet ezzel nyerni. Zöldnél kell indulni, persze ez nagyon fontos, tehát azt nem szeretik a vizsgabiztos, hogy felindultok sárgánál, piros sárgánál, de olyat még nem láttam, hogy tanuló piros sárgánál sikerül elindulni, mindig kell késünk. Hát ezt túlregírtam egy picit. Figyelj csak, nem volt 30-as tábla. Lehet, hogy nem ott most mehetünk, nem biztos, hogy most mehetünk. Jó, mehettél volna, de most már megyünk az alagyban. Hát csak végigjöttél 28-al egy főúton, jó? Igen. Kicsit vissza a gázt, és balra kanyarodja. Igen, és hogyan kérem itt a balra kanyart? Felező, és egyes. Hát kettesben hogy akarsz itt parkolóhelyet vadászni? Visszanézem. Meg olyan szűk, hogyha mondjuk itt jobbra mennénk, kettesben se tudnám fordulni. Igen. Igen. Ne izguljunk, nézd be a jobb kezesbe, bánik, annyiszor voltunk már erre. Jó. Gyerekek, minden utca jobb kezesbe válik. És bal előre ott van egy hely neked, nézd meg. Kuplunk beszalad, tájékoztasd a többieket, hogy mit szeretnél. Kicsit én még jobbra húznám erre. Még egy jelzés. És mikor szeded? Teljesen a rendszámát. Igen. Csak nézd meg, Máté, én kihúznám ide a kerékpárokhozon, sokkal egyszerűbb bekanyarodni, mint innen a felezőtől. Látod, tehát itt van még bőven helyünk, gyerekek, és nem használjuk ki. Csátok. Ez az most nagyon nézd, hátra egyszer is tekered. Lassan, melyikhez kell közelebb menned? A Toyota-hoz. Nagyon jó a tempó. Ugye milyen szépen tudsz te kuklungozni, ha bajba vagy? Tudok. Akkor fennbújok, urog, akkor biztos tudok. Jó, kuklunggal játsz. És tekerhetni. X-et ne fogjon a kezed. Jó, egy nagyon picit legközelebb menj közelebb ehhez a kékhez, látod? Mert nem vagy valami közében. Üres kézifék. Jó, tehát az a lényeg, hogy jobban menjetek az elejével. Amikor látod, hogy befordul, akkor már én egy kicsit még elvinném jobbra a kormányt, és utána már jobb. Na és akkor jön a büntetés, jobb hátra tolatunk ki. Kuklunk beszalad. Miért büntetés ez, fiúk? Nem tudod? Jobb hátra. Mondom, jobb igaz. Hát mi a közel vagyunk a golfhoz, könnyen bekaszálunk, tudod? Tehát magyarul itt a kormánnyal nagyon finoman kell, okosan. Miért elindulsz, nézz hátra kettőnk között. Azaz. Általában a mozgás irányába kell nézni, azt mondja a fám. Úgy, mert elől nincs mit nézni egyelőre, ugye? Innen jó vagy. Köszönöm. És most ugye azt tanítom mindig, hogy ha már csak a kocsióra van, szedjed, de most ha elkezdenéd szedni, nem kimenni a golfnak. Igen. Úgyhogy sajnos most sokkal később kezd szedned, mert nem osztottad el egyelőre.
távolságban a parkolóhelyet. Gyere még! Hát mi mondjuk, ha a kerék elhagyja, akkor szeretheted. Látod, igen? Ez az. És nézd hátra. És addig gyere még. Vissza nem tudod fordítani a kormány. Gyere bátran, nézd hátra megint. Még, még. És kezd el forgatni a kormányt. És kuplunk be. És egyes. Nagyon jó. És látod, már félig hasznosra tekerted. Merre jelzzel? Úgy van, nézz oldalra. És mehetünk is. És látod, hogy visszatekerted a kormányt, így most már nem sokat kell. És a BMW is megmarad. Nagyon jó. Na bátrabban indulunk kicsit. Szuper. Most a Bálint elfenekelnélek, a lány lennél. Hát ez nem meg jobb kezes volt? De. De miért kell mindig ugyanarról beszélnem? A gyerekek, ez egy azonnali bukás vizsgán. Nem igaz, hogy nem figyeltek, komolyan mondom. És látod, Máté? Oda-vissza elfelejtjük, hogy jobb kezes. Érted? De miért? Gyerünk. Az nem baj. A jobb kezes az már jobban aggasztott. Mindig nézzetek minden nyílásba. Jó, tehát kivéve a főúton vagy. Ennyi. Ez a szabály. A főúton vagy, akkor végig neked a elsőbséget. Zebrára figyelj. Megyünk. Jó, erre megyünk, ha nem szól. És azért nézz vissza a járdára, itt is, itt a kocsmára, mert ugye itt is elsőbsége van a gyalogosnak, zebra híján is. Ez az. Na és akkor bátran lehetetek. Jó, a parkolás egyébként nem volt rossz. Jó, nem voltál szimmetrikusan középen, de azt fogjuk rá. Annyi, hogy rád kellett szólnom az irányjelző, hogy visszapattan, meg hogy a holtérben magadtól néz vissza. Tehát figyeljetek ide, nem a vizsga miatt kell, a saját biztonságod és a másik biztonságod miatt. Én mikor levizsgáztam, én sem nagyon nézegettem a holtereket, voltak is bajok. Jó, nem törtünk össze autót, de azért nem kis híja volt. Na menjünk el, jobbra légy szíves. Egyes lesz. Igen, nagyon jól mondod, egyes lesz. Így van, csináld csak. Igen, és ha erre jönnek, akkor megint el kell őket engedni. A központ is szép volt Cegléden most, hogy fölmentünk. Ugye emlékszel? Ott, ahol duplán mentünk balra. Ebből is egyes lesz. Igen, nagyon jó. És nézd oda, én már keresném a fogáspontot. Látjátok? Erről beszéltem. Nagyon jó. Akkor nem kell kapkodni, mert azt kell már csak várni, hogy a néni elmenjen a bringájával. Láttátok? Mert hogy eltolja a bicikit, igen. Jó, tehát nagyon fontos, hogy ha rámozdulsz időben, akkor nem kell kapkodni a kuplunggal. Amúgy sem. De akkor nincs benned a kis ördög, tudod, hogy eldobd. Most főleg a Máté is figyelje, menjen a gáz. Föl kell váltanod hármasig, igen. Szóval, hogyha nem szólok hozzátok, akkor mindig adott kereszteződés van, ami következik, egyenesen kell menned. De mindig vagy a főútat kell követni, vagy az egyenes irányt. Itt, ha nem szólok, a jobb oldali megy egyenesen, de most mi balra megyünk. Tehát, ha most nem szóltam volna Bálinthoz, akkor hátra néz, jelez, áthozza az autót, kikapcsolja az irányjelzőt, vagy besorol az egyenesen haladó sávba. Jó? Látod, és itt is a jobb oldali megy egyenesen. Ketyegült, tett ki.
Na ez egy izgi lesz, mert jönnek szembe bőven. Igen, akkor már tenni középes, középen. Az. Hibátlanul csináld, jó? Hiba nem lehet. Itt hosszú a lámpa, tehát nem olyan, mint Gödöllő, hogy elengedőt autót és átvált. Tehát itt azért hosszabbak a lámpák. Látod, keresztbe is majd 40 másodperc, vagy 50. Nem sok tanulókocsi van itt sem most, látod? Van azért, de nem olyan rengeteg. Mi a mankó? Mi honnan tudod, hogy teljesz lassan? Ja, gyalogos lámpa. Villog a gyalogos lámpa. Pirosnál szúrod, 3-4 másodperc is megkapod. Ott is vagy. Nagyon jó. Jó van Bálint, ez szép volt. Mi tetszett nagyon nekem? Azaz, kétszer is visszanézte a gyalogost, jó van. Szép. Ugye, hogy megdicsérlek, ilyen jól csináljátok. Ha, jó? Azt akarod, hogy sok dicséret legyen akkor? Az nem szeretném. Kuplunk. Nem tetszik ez a gyerek? Fel akarod venni a motorháztetőre? Csúnyán néznek itt a Peugeot. Jó? Fehér meg a vérszín. Most figyeld az ebrát, mert egyik fele takarásban van. Igen, jó. Na, szóval azt akartam mondani, hogy igen, és ezért nézzetek vissza, és utána csak dicséretet kaptok. Tűz. Nincs nekem itt kedvem mennyit magyarázni, higgyetek nekem. Jó? Ez az. És vagyok. Itt vitték le a tükrömet az ebránál. Ott az előbb alatt mondtam, hogy nem belátható az ebra. Egy ilyen kamion is. Csak az még pótkocsi is volt, nem ilyen nyerges, tudod? Csak pótkocsi ez beugrott az én sávomba, elrántottam, és így is. Ez a lámpa egyébként, vigyázzatok, mert átvár pirosra, akkor ugye tűzoltóság riasztás kapott, és meg kell állnod. Rosszak azért itt is az utak. Na most az van, hogy ugye nem szóltam hozzád. Jó. És most át kéne menned, de mi most jobbra megyünk, jó? Jó, csak szólok, igen. Ha nem szólok időben, akkor készítsd is a kezed az irányjelzőre, de most elmegyünk, igen. Mi következik? Ez nagyon jó. Igen. Igen, nem kell megijedni, jó? Átszalad. Igen, és akkor... Ahogy látod? Ó, volt ez tiszta. Tiszta, mint a patyolat. Nincs gyalogos? Na, jó mondtad. És jobbra menjünk. Bálint. Kutyúrol a lábat. És adjad neki. Szeretem, mikor a kanyarba ilyen húzósan jöttök, hogy már gázzal. Ez az. Még egy kicsi gáz. A kamera nem adja vissza, ez mindig azt mutatja, hogy lassan mész, de nem. Ugye ez a, ennek a telefonnak eléggé hülyén van beállítva a kamerája, és mindig olyan, mintha lassan mennénk, ugye értitek? Sokkal gyorsabb a fedélzeti kamera, csak ugye az most nincs itt. Az a valós sebességet mutatja. Református nagy templom, gyönyörű. Ott mentünk a lábánál balra egyébként, abban az egyre, amit elrontott a Bálint. Igen, hatalmas.
nagyon szép egyébként. Itt is el szoktam menni jobbra, tudod, és ide vissza kell kanyarodni, nézd meg picit, látod, mert oda nem mehet az egyirányú behajtani kimosról, egyirányú végén, jobbra kell visszakanyarodni. De most direkt elviszlek még. Na? Jó. Eddig, meg ugye szereted ezt a keresztezőtést, meg majd a másik kedvencethez még elmegyünk, és úgy fordulunk vissza majd, igen. Jobbra kanyarod. Milyen rendszámú van, nem? Kicsit kisebb gáz. Azért csorogunk. Kormányra figyelj, tudod, itt van az, hogy akkor szalagkorlátig be kell tenned. Nem tetted akkor a korlátra? Figyelj rám, nézd oda, ott kéne lenni, itt kéne lenni a kocsit. De nekem nem tudod, mert annyiszor voltunk el, és mindig elmondom. És ha csak hozzá is érsz ahhoz a vonalhoz, vége a vizsgádnak, jó? Tehát illeszétek rá az ívre. Figyeljetek, ez a szegély azért van lerakva, hogy azt tessék lekövetni, jó? Nem, csak most figyelj, az meg figyelj már azokra, hogy... De mikor megállsz, figyelj, mielőtt megállsz, forgass be azt a kormányt. Nem, nem. Tehát beforgatod, megálltál, és utána nézz szét balra. Jó, oké, rendben. És jobbra fogunk kanyarodni. Hova nézel? Így van, de teljesen néz vissza, és ott is van a fürtös rác, látod? Nézd meg. Igen. Nagyon elmehetsz a lábához, egyes, így van, és itt se vagyunk. És látod, most egy picit megint lemaradtam, már én mondtam az egyest, jó? Ezekkel veszítetek, és el is dobtad a kuplungot. Igen, kettő. Tehát már ott legyen a kezed és a lábad, ahol lenni kell. A kezed a váltón, lábad a gáz fölött, másik lábad a kuplungot, és keresed az egyest. Mert ezen nagyon sokat nyersz. És mert ne akkor pihenjetek, mikor megáll a kocsi, mert akkor sajnos az a baj, hogy mindig tenni kell valamit, például visszatenni egyesbe. Hanem mindig akkor pihenjetek, amikor egyenesen mész. Az a pihenés időszak, amikor felváltottál és csak gurulgatsz. Vagy esetleg a pirosat kapsz, akkor lehet pihenni, ugye? Vagy egy vasúti átszerben. Tulajdonképpen ezt a felvételt azért csináltam, hogy te is visszanézd a hibáidat. Igen, 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 igen. Igen. Ez most egy ilyen kis visszacsatolás. Igen. Például, ugye mit mondott a Hidi Gabi egész nap? Mi nem tetszik neki, hogy mennyivel mész? Igen. Lassan, ugye? Bizony, gyerünk. Mert most már az ebrákon is túl vagy, aztán itt lehetnek egy picit igen. Jobban. Úgy van. Legyen neve a gyereknek, tudod. Tehát viszont menne végén, mert ezt tudom, tudom. Ezt a végét? Pedig útka megcsináltuk szépen. Igen. Jobbra kanyarodjunk. Jobb tükör, vállam. Most pont nem látszik, hogy lassan menj, hogy hol van, hogy van az árónal. Látod, le van egy picit kopva, ez az, ennyi. És hogyha te nem vagy magadban biztos, akkor itt a maci sajtnál tedd be egyesbe, és úgy kanyarodj ki, jó? Jó, első hiba az, hogy visszapattam, gyorsan tedd ki ezt a ketyegőt. Igen, és akkor csorogjunk. Álljál meg! Lehet, hogy a te sávod az teljesen, jó? Nagyon jó. Mind el akartam hozni. Észrevetted, hogy visszatértünk? Itt a bumeránk? Itt is van egy strand egyébként, ez a városi strand, igen. Na azt akartam mondani egyébként, hogy most rajta lesz a kamerán, azt hiszem, hogy itt egy féltélettel a kereszteződéstől, hogy mondanom kellett, hogy jobbra tett ki az irányjelzőt, amiben nincs baj, mert másnak is van ilyen visszapattan és elfelejti, pedig csattanok a fületekbe.
De hogy nagyon jó lesz, rajta lesz a kamerán, hogy megint nem tetted az ívre. Nem, tehát, tehát utána, amikor már elnéztél arra, hogy mehetünk, bevállaltad azt a passzátot, én az én vizsgán nem vállaltam volna be, de nem baj, te most tetszett, hogy egy kicsit a rendőrös voltál, vagy egy fekete passzát. Viszont, ahogy elindult, betekertette az ívre, de nem szép íven kellettünk ki emiatt. Utána már utána betetted, tehát szó nem éri a ház elejét, mert tényleg nem, nem érintetted a vonalat. Jó, de az a lényeg, hogy egy picit, mikor megállsz, és tudod, hogy jobbra megyünk, vagy mielőtt megállsz, vagy böcögsz előre, csorogsz előre, már tekerd a kormányt jobbra. Jó, menjünk el balra, légy szíves. Hol térve, nézd vissza, teljesen amarra, balra, hátra. Szóval én nem volt hol tér, csak egy pislogás volt. Igen, és mi következik? Kettes. Igen. Igen, ezért ne idegesítsetek, mert ide lyukadok ki én is előbb-utóbb, látod, itt fognak engem azért elföldelni. Na, menjél az egyes, ugye? Mert hogy minden baj van itt, igen. A nénye is, na mehetünk is, így van. Pici gáz, nagyon jó, és megtartod. És hova nézel? Na, ez a holtér, látod, amikor visszafordítod a bucidat. Ciao, amigo. Mi az, hogy kettő? Tűz. Alakul ez Bálint, alakul, azért alakul. Csak, igen, jó, az elején, ahogy itt kezdtük, azért fogtam a fejemet, nem igen. Ma, hanem úgy át, még az elején, amikor elkezdtél vezetni. Most igen. Is van még hiba, de igen. Ezeket, ezeket majd úgy nézd meg. Kis hülyeségek, most már át van nézni, és már... Hát kis hülyeség, de azért igen. Ott a besorolás az azért bukta volt, jó. Igen. Ezekre figyelj. Na, az a baj, hogy nem lehet mismákolni, tehát rendes vezetést érnek. Igen. Az életben elfogadható. Egy-egy ilyen hiba, most nem sorultál balra, mi az Isten van, semmi. De vizsgál sajnos azonnali bukás. Jó. Jó, de azért mondom, hogy... Igen, igen, igen. Jó, jobbra fogunk bekanyarodni, jó? Most az árnyékban meg akarok állni. Egyes. Igen, de az, készítsd az autót. Igen, nagyon jó, vissza is nézhetsz. És az egyest azt tudod gyalog tempónál, így van. Még most is 15-tel mész, most igen. Nem is akartál elvenni, visszanézel. Tehát magyarul egy picit többet fékez. Jó, bejöhettek tőlem itt kettesbe is, de az nagyon fontos, hogy akkor csúsztatgatnod kell ezen az autón a kukkulókat. Tudom, hol vagyok. Tudod? Vizsgálkozom. Jó van, akkor balra kanyarodjunk, mert az én kedvezt a kukkulókat. Okay. Mindjárt megállunk. Itt és van pici, vagy lesz az minden pici. Van. Igen. És akkor szépen leparkolunk oda a hübivel, jó, ahol szoktunk. Na, jó, az a hűvös hely, az neked van ott félretéve. Nem vettem fel az elejét a vezetésednek, itt, 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 igen. Húzd be. Csavok már Krisztián integet. Kuplunk, bemegy. Hát a fátok nem szabad tolatni, hátatunk egy kicsit. Igen, hát a tolatsz. Nézz hátra, és gyere szép lassan. Kicsit közelíts a szegélyhez, igen, kicsit. Ha megnézed a jobb tükröt, ott adja magát. Igen, igen, igen. Gyere, ne rángasd ezt a kormányt. Rángatni ezt nem kell. Nagyon jó, gyere bátrabban a kuplunkban. Gyere még, szépen javít, azt látom. Nézd hátra megint. Menjünk még, a falevelek hagyjanak egy kis árnyékot, menjünk. Még. Még. Ez az? Jó, hát már egyre kevesebb az árnyék, látod, üres kézifék. Cigi szünet? Na, megyek.